Nemzeti sorstragédiánk 80. évfordulóján a Szent István Székesegyházban püspöki szentmisével emlékeztek a Donni hősökre. Az urivi áttörésben, illetve az 1942-43-ban a Don melletti csatákban hősi halált halt, fogságot szenvedett és túlélő katonahősökre és családjaikra. A megemlékezésen a város, a Vármegye, a Magyar Honvédség parancsnoksága, a Honvédség és Társadalombaráti Kör, a Doni Bajtársi Szövetség és a Székesfehérváriak előtt Spány Antal megyés püspök szívhez szóló gondolatokkal idézte meg a tragikus történéseket. Annak az őrületes túlerőnek, amely 80 évvel ezelőtt ennek a napnak hajnalán, mint egy kőzerővel lerohanták a 200 kilométeres magyar frontvonalat, amelyet nekik őrizni kellett volna, amelyhez létszámban is kevesen voltak, és technikai felszerelésük sem volt megfelelő, lehetetlenség volt az ellenállás. Menekülni kellett, menekíteni, akit lehetett, de ebben a harcban fejet kell hajtanunk a magyar katona előtt. Spány Antal úgy fogalmazott, katonáink példaképek voltak, mert nem csak hazájukért, hanem egymásért is harcoltak, és hősiességükkel egy olyan üzenetet fogalmaztak meg a jelennek és a jövőnek, amelynek alapja a hazaszeretet és a tisztelet. Ezek az emberek nem maguknak éltek, a családok nem így voltak szocializálódva, nem csak kiki önmaga boldogulásáért dolgozott, hanem valahogy az emberek akkor pontosan tudták, hogy egymáshoz tartoznak, egymásért felelősek, egymást is segítenünk kell. A jelen feladata, erősítette meg a megyés püspök, hogy a magyar királyi II. Honvédhadsereg alakulatai hősiességének a mában is élőnek kell lennie, és az emlékezőknek a jövőbe kell tekintenie a magyar katonák korszakokon átívelő helytállásának hiteles bemutatásával.